Veszprém Balázséka volt. Igazolvány. És ugye elmondta a rádióban a nagy történetét, hogy a VIP-en belül volt egy ilyen szuper VIP, és hogy engem nem engedtek fel, ők meg felengedték. Ez úgy történt, hogy mondta nekem, hogy kössem le a biztonsági hölgyet, mert egy hölgy állt ott. Elkezdtem vele beszélgetni, meg felrohant. Azt gondolom, hogy annyira bejött ez a platform, és annyira bejött a frisbee, hogy bővíteni fogjuk a kínálatunkat, és el fogunk indítani még egy műsort. Hagyjak koncentrálni. Sziasztok, kedves Blikk-nézők! Ez itt a címlapsztori következő rész, és kicsit ki is húztuk magunkat a felvétel eleje előtt, és már is egy nyelvbotlással kezdtem, úgyhogy biztos nem leszek a Frisbee TV műsorvezetője. Hajdú Péter, Láng Eszter, Hajdú Péter, itt vagytok, sziasztok! Én egy tapsot azért nyomok, hogy eljöttetek, de úgy látom, hogy eddig vagytok, de köszönjük szépen, csak miatt, tehát kíváncsi voltam, hogy itt is vagy, RTL-ben is vagy, mindenhol vele lehet találkozni, igen. Hát itt ritkábban van, ritkábban. Mondjuk azt, igen. Ott lógni jár, és akkor ott egy picit dolgozik is, igen. De most jól nézel ki, Viki. Köszönöm, egy hete mióta nem látom. Azt hittem, hogy az Esztire mondod. Nem. Ezt jól néz ki, de hát mindig jól néz ki. De aranyos vagy, hát ez az a kis nem ismer, szép. Igen, nem találkozunk sokat. Jó, hát tényleg én most azt látom, hogy sugárzol, gyönyörű vagy. Köszönöm. Bár szépen. Péterről is elmondhatnánk. Jó, hát mentségére szóljon, hogy azért nagyon-nagyon keveset alszunk, tehát maximum 5-6 óra. Hát azért ez nem látszik rajtunk. Hát nézd meg, és nincs ott a fészap. Megnyugtatunk mindenkit, fészapmentesen jöttünk. Ugye a címlapsztori az arról szól, hogy mik azok a hírek, amiket a Blikk.hu nagyon sokan olvastak a héten, és a végén természetesen rólatok is lesz egy-egy cikkünk, amikről azért fogunk beszélgetni veletek. De kezdjük is el, ha benne vagytok. Mit szóltok ahhoz, hogy Galambos Lajcsi végül nem vonult börtönbe? Ez egy nagyon-nagyon olvasott cikk volt nálunk. Közvetlen életveszélyben van Galambos Lajos, csak a Blikknek mondja el az ügyvédje, miért úszta meg a börtönbe vonulást. Azért, ugye ez derül ki a cikkből, mert hogy az ügyvédje szerint életveszélyben van Lajcsi az egészségügyi állapota miatt, és hogyha valaki több mint 2 éves börtönbüntetést kapott, akkor ilyen esetben mentességet kaphat. Mit gondoltok erről? Egyrészt nagyon szeretjük a Lajcsit, tehát hozzánk nagyon közel áll, kifejezetten jó barátunknak tartjuk őt, és nagyon sajnáljuk, ami most vele történik. Tehát, hogy ez egy borzasztóan nehéz időszak, pláne, hogy évek óta húzódik, és most úgy tűnik, hogy pont kerülhet a végére. Mit gondolsz? Én ugyanezt, tehát én kedvelem a Lajcsit emberileg. Teljesen mindegy, hogy most mit követett el. Nyilván nem egy szexragadozó, nem egy erőszakos bűncselekményt elkövető valaki, hanem állítólag áramot és gázlopot. Ettől én még szeretem őt, nem fogom megtagadni. Viszont elképesztő módon lenézem azokat, akik most belerúgnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy gyáva szárazinak tartom mindet. Mert most könnyű egy földön fekvő emberbe belerúgni. De egyébként meg, ha beteg és lehetőségem van rá, akkor igenis halasszon, ha pedig nem beteg, akkor nyilván be fog menni a börtönbe. Tehát nem gondolom, hogy ő ki akarna bújni ez alól. Profi ügyvédekkel van körülvéve, amit a jog lehetővé tesz, azzal éljen, és hogyha emiatt mentesül, akkor hajrá. Ha le kell töltenie a 3 év, 6 hónap 2/3, illetve abból még úgy tudom, hogy egy ilyen reintegrációs 10 hónap leül, illetve amit már leült, az a 121 néhány nap, akkor viszont azt az 1 év, pár hónapot pedig biztosan le fogja tölteni. Szóval én nem fogok és nem tudok rosszat mondani Lajcsiról. Nem is kell rosszat mondani igazából, itt ami felmerül kérdés, hogy ezek a jelenségek, hogy Lajcsi egyre rosszabbul van, vagy most már valószínűleg testi betegséget, vagy tüneteket is produkál a börtönbe vonulás előtt, ennek van-e köze ahhoz, hogy meg akarja úszni a felelősségre vonást? Egyrészt lelkileg azért ez egy borzasztóan megterhelő időszak lehet, tehát abszolút nem csodálkoznék, hogyha ez valóban így lenne, hiszen éveken keresztül nem tudta, mire számítson, meghurcolták, tehát hogy abszolút minden fizikai testi tünetnek lelki eredete van. Tehát
biztos vagyok benne, hogyha ha azt mondja, hogy rosszul van, akkor ő tényleg beteg. De nem ilyen egyszerű, tehát nem ő állítja, ezt orvosok állítják, és ki fognak rendelni nyilvánvalóan egy igazságügyi orvos szakértőt, hogy meg fogják vizsgálni. Tehát ez csak úgy nem hazudhatja valaki, hogy hú, beteg vagyok, és nem tudok bemenni. Nyilván erre vonatkozóan vannak orvosi papírjai, meg igazolása. Jó, de öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ti néztetek-e Dáridót régen? És rajongtatok-e a Dáridóért? Még bepisiltem akkoriban, hát, hogy még nagyon-nagyon pici voltam. Úristen, de öreg vagyok, ez ilyenkor derül ki, mert én azért kocingattam a tévé előtt vízzel. Én is néztem Dáridót, és elképesztően nagy sikere volt akkoriban, főleg amikor Zámbó Jimmy elkezdett szerepelni a Dáridóban. Egyébként Lajcsi volt az, aki neki kereskedelmi csatornán fő műsoridőben lehetőséget adott. Igen, hányszor néztük most vissza? Az biztos. Néztétek egyébként a Jimmy sorozatot? Néztük. Nagyon jó. Láttátok? Nagyon. Láttad? Volt időd? Megnézted? Igen, csak azt néztem. Mikor hajnalban? Nem, Bébi megnéztem, mellett. Tényleg nagyon jó lett. Nagyon brutálisan jó lett. Egyrészt a képi világ, a storyline, és nagyon jó. Jók az alakítások is. Jó volt. Jó volt. Jó, hát jobbulást kívánunk Lajcsinak mindenképpen, meg hát kitartást is a rávárakozó előtte lévő időszakra. Ugye nagyon sokat olvasták a blik.hu-n a Törökországban, Szíriában történt tragikus földrengéssel kapcsolatos híreket, és nagyon sok embert érdekelt, hogy sokáig úgy nézett, hogy a Szulejmán egyik főszereplő nője is életét vesztette a rengésekben, vagy legalábbis nem volt róla semmiféle információ. Viszont kiderült, hogy rendben van a 42 éves színésznő, Kánsu Dere, remélem jól ejtem a nevét. Köszönöm szépen, hogy ő is önkénteskedett a Disney Törökország csapatával, és ezért tűnt el egy kicsit jobban. Szóval megnyugodhatnak a Szulejmán rajongók. Én esküszöm nektek, egy Szulejmán sorozatban egy epizódot nem láttam. Ne haragudj, amikor a Live TV-n kérdeztek, ha a Szulejmán nem ment a Nem ment a Szulejmán, de török sorozata. Oké, de a Dallasról kérdeztek, akkor átolcették. Jó, hát azért tudnod kéne, hiszen azért Gian Yaman személye hozta meg a sikert a Live TV-n. Nem Gian Yaman játszott a Szulejmánban. Teljesen mindegy, török sorozat. Tehát imádják a nézők. Ez a nő. De hogy arról a jelenségről mit gondoltok eleve a Törökországban zajlódó földrengésekről, mi a véleményetek? Hát az tragédia. Elképesztő. Tehát, hogy megdöbbenve olvastuk, és nagyon kétségbeejtő, hogy milyen jövőt vetít előre, akár nekünk, akár bárkinek. Hát az földrengések mindig voltak, és lesznek. De bárhol, bármikor. De ez katasztrófa. Hogy egyszer csak jön egy természeti katasztrófa, és emberek ezzel vannak meg. És elveszítik mindenüket. A TikTokon láttam, hogy dőltek össze házak, és nézték, és gondolkodott, ott volt fenn, nem tudom, hányadik emeleten két ember, hogy ugorjon, vagy ne ugorjon. Hát és kisgyerekek, hogy emelték ki őket a romok alatt. Tényleg. Borzalom. Mai napig teljesen. De annak meg kifejezetten örülök, hogy a Szulejmán sztárja. Nem? Annak viszont igen, hogy a magyar mentőcsapatok igen. Milyen sikerrel tudtak menteni. Tényleg. Tehát, hogy több tucat ember életet meg tudtak menteni. A kis tacskó hány? 35 embert mentett meg? Igen, aztán valami nagyon sokat, igen. Igen. Viszont Kán Szunderének egyébként a TikTokon én is láttam elbúcsúzó videóját, mármint, hogy kirakták, hogy esetleg ő is az elhunytak között van. Azért ismert emberként nektek keltették meg például halálhíreteket, mert mondjuk ez a hölgy még ezzel is találkozott azon kívül, hogy mentette a Törökországban lévő sérülteket. Amikor ismert embert mondasz, akkor gondolom a Petire gondolsz. Hát Petire, volt már ilyen egyébként? Nem, volt, írtak már jövőséget ilyen idióta portálok. És ez egyébként megviselt téged például, hogy hol visel egyet magadról? Nem, de a zaklatás az durvább volt, amikor zaklattak. Hát olyan is volt, hogy zaklattak, igen. Rajongók? Volt egyszer, mondom, hogy az édesanyám olvasta ezt a cikket, mert valaki megosztotta a Facebookon, de ilyen kriksz-kraksz végű volt, pont nem tudom, CD vagy valami egészség. És akkor hívott, és emlékszem, először nem értem, mert még aludtam. Ja. És akkor utána még, jaj, minden oké. Mondom, hogy mert, és ő mondta, hogy olvasott egy ilyet a Facebookon. De hát ez döbbenetes. De nyilván szerintem. Mindig azért vannak hülyék, meg is találják az embert különböző hülyék, tehát akik zaklatják, nem hagyják békén. Most ugye van egy csomó A-profil az Instagramon, azt nem is értem. Nagyon kirogatnak nekem. Az hogy... én fotómmal, a gyerekeim fotójával teljesen más embernek adja ki magát, és baromi ronda spanyol és német nőket próbál
felcsípni, vagy franciákat, és volt olyan, hogy az Esztinek írt, hogy szálljon le rólam, mert én az ő férje vagyok. Mint megtudtuk, nagyon sok alternatív családja van, tehát én valószínűleg én vagyok a sok francia közül. Nő. Igen, tehát, ezt hogy... Ezt te jól kezeled, nem vagy féltékeny? Vagy féltékeny, helyi? Ijesztő inkább, ahogy ezeket a nőket nyilván átverik, de nem csak, tehát anyagilag is. Uh-huh. Nagyon sok pénzzel megkárosítják őket, és olyan történeteket küldenek el nekem, hogy az összes pénzüket odaadták ennek az embernek, aki jó, mondjuk az is lehet, hogy így akarnak lehúzni, hogy azt mondják, hogy a te férjed elkérte a pénzemet, és te meg add vissza. Ja. És akkor te visszaadod, persze. Nem kértek Peti, soha megint, ilyet, megint pénzt csak hogy beszéljek veled, hogy add már vissza a pénzüket végre. Tehát ennyit kértek. Én nekem még nem kellett fizetni, úgyhogy de sokkoló, hogy mennyien írnak, mennyi álprofilom. De a legtöbb azt mondja, hogy szerelmet ígértem neki. De ugye ez nem igaz. Nagyon kemények ezek az akaratok, de szerintem ti tudtok már ezzel együtt élni, tehát az hosszú évek alatt az ember ezt megtanulja kezelni, gondolom. Hát ezt itt még annyira nem zaklatták. Engem hál' Istennek teljesen jól elkerülnek, ha lemegyek a boltba, akkor a kutya nem tudja, hogy ki vagyok, és ez nekem teljesen jó. Mert ugye akkor vagy smink nélkül. Persze, smink nélkül, maszkónadrágban, ja, jó, sétáltatom, hogy én ezt itt láttam már smink nélkül, és úgyis gyönyörű, úgyhogy ez nem a smink, és nem a face-up nagyon fontos. Mit szeretnél, Viki, tőlem? Semmit amúgy. Semmit, gondolom amúgy. De kívánj, de majd odaadom a pénzt a végén, jó? Köszi amúgy, néha vannak kedves gondolataim. Néha, de vannak. Nagyon ritkán. Nagyon szeretem a Vikit, tök régi a kapcsolatunk, barátai. Igen, ezt el is pont mondtam, hogy várom, hogy gyere, tök jó, hogy jött a Peti is, de igazából engem vártál. Na akkor mi megbeszélgessünk. Mit szóltok ahhoz, hogy Párizs a kispadon, Budapest lett a szerelem fővárosa? A Várszlávi Egyetem Lengyelországban csinált egy új reprezentatív közvéleménykutatást, és 45 országból kérdeztek 6 kontinensnyi embert, és a egy 9-es skálán Magyarország lett az első 7,95 század ponttal, második helyen fejfej mellett végzett Malajzia és Portugália. Szóval mit szóltok, hogy ennyire szeretik a külföldiek Magyarországot, Budapestet? Meglepő. Örülök. Persze. Szerintem Budapest nagyon-nagyon szép város. Nagyon szép. Nekünk sokkal szebb, mint azt gondolom a külföldieknek. Egyébként szép, de nyilván azt mondjuk, hogy nekünk magyaroknak a nemzeti érzésünk miatt a legszebb. De az, hogy külföldön is elismerik, és a legjobbnak tartják, ennek én nagyon örülök. Igen. Hát meg ugye jönnek folyamatosan a legénybúcsú, lánybúcsú, ilyen parti, olyan parti, tehát egy nem csak romantikus város, hanem most már egy buli főváros is Budapest. Igen. Abszolút szépen. Hát meg Magyarországon annyi fesztivál van, aminek én nagyon örülök, mert én nagyon szeretem. Jársz is a fesztiválokra? A Soundon meg a Szigeten ott szoktunk lenni, én nagyon szeretem. Nagyon jó. Te nem? Tehát, de voltam most egyébként, én most voltam először a Szigeten, ugye? Szigeten Justin Bieber koncertem, most voltam először, nekem egyébként egy kicsit sok volt. Nekem nem jött be. Nekem sem. Életem egyik legnagyobb csalódása. De mindenki beszélgetett, senki nem figyelt rá, hogyha megfigyelte, tehát hogy már annyira unták kvázi inkább egymással. Nekem a Sziget koncertekkel az a nagy bajom, hogy amikor a 78. sorban állsz a porban, és olyan por van, hogy elviselhetetlen, akkor nem tudsz szerintem egy koncertet élvezni. Hát szerintem ennek van egy hangulata. De már a VIP-be is mindenki bemehet, nem? Vagy nem volt idén már? Mi a Sebestyén Balázsékkal voltunk, és ugye elmondta a rádióban a nagy történetét, hogy a VIP-en belül volt egy ilyen szuper VIP, és hogy engem nem engedtek fel, őt meg felengedték. Ez úgy történt, hogy mondta nekem, hogy kössem le a biztonsági hölgyet, mert egy hölgy állt ott. Elkezdtem vele beszélgetni, meg felrohant. Úgyhogy ott hagyta a Vikit. Ez így volt, de téged már, te már nem tudtál. Odajött a másik oldalra a biztonságiért, mert ismert engem, mert inkálós volt, és szólt, hogy létszett, szólja Balázsnak, hogy jöjjön le. Mondtam, hogy én nem szólok, én nem is láttam, hogy fel. Jó, de hozzátartozik a történethez, hogy előtte 20 percig beszélt a hölgyel, próbálta meggyőzni, hogy ő kicsoda, miért engedje fel, fent van dolga, stb., de hát nem sikerült, és téged nem engedtek fel. Nem volt a történetet. Úgy tört, hogy a Balázs megpróbálta meggyőzni a hölgyet, hogy engedjék fel. De utána visszajött, azt mondja, hogy 20 év tévézés, napi rádió, műsor, semmi, le se szarják, de én akkor is felmegyek. És a Peti Dumájvár vele, oda mentem, nem tudnánk felmenni, és addig ő felszaladt a lépcsőn. És utána én már nem szaladtam fel.
Óriási. De megpróbáltad ezt azért. És akkor jöttek a cikkek, hogy téged kivezettek, mert nem engedtek fel? Mert megállítottak. De várjál, ebből mi igaz, hogy engem kivezettek? Teljesen, itt történt. Ezért ne igyál több vermutot. Mindig vermutot iszik. Na, szóval... Mi történt? Jaj, de jó. Dehogy vezettek ki. Gyakran csikkelődtök egymással? Mert ez annyira látszik, hogy így dobáljátok egymásnak a labdákat. Próbálom, de nincs humora. És sem humora nincs, tehát ez volt a legnagyobb kihívás, amikor összejöttünk, hogy egyszerűen nincs humora, tehát nem kérdezik. Én humoromat feldobok egy labdát, nem csapja le, várakozom, hogy úristen, ebből mi lesz, de tehát csak ez a különbség köztünk, hogy nekem jó, neki nincs. Szegény. Ezért ne kezdjétek töménnyel azért. Szegény magából indul ki, mert a reggeli kávé mellé mindig lehúz egy kis feles pohárban. A Vikinek alkoholillatú parfüme van egyébként. Igen, úgy érzed, érzed, egyáltalán akkor senki nem érti félre. Igen, van egy kis fűszeres illatom, és mondták, hogy piáztam el. Nem, szerintem tök illatú a parfümöt. Pont érzed? Érzem. Köszönöm. Érzem. Hát, milyen parfüm? Vermut? Nem, egyébként ez Chanel. Chanel? Igen, egy fűszeres Chanel. Műsorunkat 105 támogatta. Mit szóltok az, hogy ellopták Rubintrék a YouTube csatornáját, és letörölték 370 fent levő videóját. Most ez egy-két nappal ezelőtt történt, ez teljesen friss. Ez nagyon durva. Most történt. A kolléganő egyszer csak kérdezte tőle, hogy Réka, jelszót változtattál, mert nem tudok belépni, és mondta, hogy nem változtattam jelszót, és mire beléptek, eltűntek a videók. Azért szerintem ez mindannyiunkat elég keményen érintene, hogyha mondjuk a Blik YouTube csatornája, vagy a ti YouTube csatornától közösségi felületétek eltűntek. Petinél az Instagram. És ugye az Instagram az a másik kör, amivel ugye te szembesültél is. Ez a pillanat, amikor eljut hozzád, hogy akkor ez most nincs. Az tök érdekes volt egyébként, mert éppen mentem a postára, mint egy hétköznapi ember, és ott kaptam az autóban... De bocsáss meg, a lábaiddal mentél be a postára? Nem. Várta a vörös szőnyeget, hogy bevonuljon. A lábaimmal így szedtem az egyiket a másik után. Nehéz figyelni, mikor úgy kezdett, hogy hétköznapi emberként indítottad a napodat, és csak... De folytasd kérlek, nem akarok kizekkelni. Nem, csak hogyha valaki azt gondolna, hogy az STR postára, nem. Ja, értem. Én járok a postára. De bocsánat, tegyük hozzá, azért nem járok postára, mert hogy van az oldalamon mindig egy 10 kilós gyerek. Tehát azért nem tudok hivatalos ügyeket dolgozni, és azért mész te. Mert a gyerek mindig velem van. Ja. De cserélhetünk. Én megyek postára. Nagyon sokszor nálam van a gyerek, de mindegy. Nettó 5 perc. Attól lett teniszkönyököm, hogy a bal kezemben tartom, és úgy főzök. De az teljesítmény, hogy napi 15 perctől így be tud állni. Látod? A karom. Na, tehát a postán voltam, amikor kaptam az értesítést, és mondtam ott a postás hölgynek, és azt mondja, Jézusom, magával ezt megcsinálták? Hát mondom, képzelje. És akkor hajnali, nem tudom, 14:30-ig ment a levelezés, és az volt a megoldás, hogy a Facebookomat még nem lopták el, de már próbálták azt is, mert kaptam az értesítőket, és akkor ott nyilvánosságra hoztam a telefonszámát a csávónak. Attól megijedt egyébként? Tehát igen, mert akkor rámért utána, 11:30-12 körül, hogy vissza akarom adni az oldaladat, csak állítsd le az embereidet. Magyar volt ő? Nem magyar. Valószínűleg török. Uh-huh. Mert amikor küldött egy screenshotot, ugye kettőt küldött, az egyik, hogy milyen, hogy kell elutalni neki a kriptovaluta, a nem tudom hány eurónak megfelelő kriptovaluta összeget, akkor azt fotózta le, időeltolódás az látszódott, tehát ott plusz egy óra volt, és aztán meg az egyik applikáció végén ott volt, hogy .tr. Tehát, hogy ebből arra következtettünk, hogy ő török. És akkor először, és az is érdekes, hogy kért először 250 eurót, és azt kérte, hogy majd fotózzam le az Instagram oldalamat, hogy visszaadta. És azt küldjem el neki. És beléptem, be tudtam lépni, lefotóztam, és tök üres volt. És utána ő azt mondta, hogy oké, akkor 500 euróért ad ilyen technikai supportot, és visszaállítja. 500 euróért? Nem, 500 euróért. Ja, 500 euróért. És az volt, azt mondta, nagyon sok rendőrrel beszéltem, nagyon sok ügyvéddel, hogy valószínű, hogy ottól ő él, ez elképzelhető nagy valószínűség, hogy Törökországban, mondjuk 300 euró a bűncselekmény határa, addig szabálysértés, ezért kér először 250 eurót a
a bizonyított lopásért, és amikor ő azt visszaadja 250 euróért, akkor utána a másik, ő már azt mondja, hogy technikai segítség, mert ő biztos az Instagram letörölte az összes tartalmadat, mert ennyi ideig inaktív volt a fiókod. És akkor mondta meg, hogy az anyáddal szórakozzál, és mindegy, elindult az alkudozás, és akkor végül is még plusz 100 euróért visszaadta az oldalt. Töltsegyógyszerre. Azt mondta, hogy megbánta. Hogy de hogy lehet ezzel nem például védekezni? Tehát most, ne kattints rá a linkre. Aha, tehát akkor ez volt egy kis hiba is most a te esetedben, hogy a linket megnyitottad egy igen, ilyen. De egyébként az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokan írnak nekem, és tőlem várják a megoldást. Tehát egyrészt ezt már csinálják bankkártyával. Igen. Hogy a banki azonosítódat hackerek fel akarták törni. Tehát ez a duma most, vagy ez a kék pipa, de hát ez ugye annyira elcsépelt. A Netflix most a legjellemzőbb, hogy a Netflix fiókodat fel fogjuk függeszteni, erősíts meg a fizetési adataidat, és akkor a kártya adatokat beírod, és onnantól kezdve már húzzák is le. Vagy hackerek, észleltük, hogy valaki fel akarta törni a Facebook oldaladat, ezen a linken újra erősíts meg, és kész, és vége. Igen. Egy rossz kattintás, és akkor elveszett a dolog. Hát maradunk egy kicsit az internetes applikációk, az internetes világban. Béres Anettnek nem jött össze a Tinder kaland, törölte magát, idézőjelben nem találtam szexpartnert. Hát igen, ezt sokan elolvasták, nem értem miért. Ti hogy vagytok az ilyen különböző társkeresőkkel? Most már persze nem, de a régi időkben ezt ti mennyire használtátok, mennyire láthattunk jobbra és balra húzásokat tőletek esetleg? Te ismered a Tindert? Nem. Nem voltál soha? Nem, nincs rá szükség mi? Nekem elég lemennem, hogy szórakozom. Sorban állás van. Sorban állás van, és jobbra-balra húzott, hogy igen. Nem, én nem voltam soha társadalmasom. Soha? Te? Soha. Mindig akkor mehetünk is tovább, ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Egyébként az Eszti édesapja azt mondta nekem, hogy én vagyok a második pasia. És így is van. A második. De kell, a Peti a második. Ez így van. Wow. Nem hiszem el. Ez így van. Plusz az apró betűs rész. Mikortól számít valaki nálad akkor kapcsolatnak? Ebben most belekérdeztem, bocs. Ez egy jó téma, mert hogy én mindig is a hosszú kapcsolatokat preferáltam. 18 éves voltam, amikor összejött az előttem lévő barátjával, és egészen addig tartottam, hogy engem meg nem ismert. Előtte is, igen. Előtte is volt? És amiatt, Peti miatt szakítottál a hosszú kapcsolatodra? Igen, de nem ismered a történetet? Nem, de nagyon érdekel. Nagyon jó. Elszeretted? Mesélj csak el. Elszeretted, Péter? Nekem is volt egy barátnőm, neki meg volt egy barátja, és... Az RTL-ben, amikor kellett valaki gyorsan holnapra, mint mi nektek ma, akkor, akkor mindig a Petit hívtam. Ez nem így történt már, hetek óta, hónapok óta szervezzük őket. De úgyis, nem, tehát nagyon szerettük, hogyha a Péter Bence... Mindig hívott, szia, Eszti vagyok a reggelitől. Mondom, igen, mondjon, mit akarsz? És figyelj, csak annyit mondtam, hogy van kedved, van, megyek, hányra kell ott lenni? Nem, most már ott ültem 5 órakor, kezdődjön már végül. Kezdődjön, itt vagyok. Nem, hívott, és mindig ő hívott. Nagyon ritkán mentem be. Viszont amikor utoljára bementem a kapcsolatunkhoz képest, akkor jelent meg, mert eddig csak egy ilyen virtuális nő volt. Hát a vezérlőben voltam, tudod. Dóra, hogy írt, hívott, oké, bemegyek. És akkor néztem, hogy ez tök jól néz ki ez a csaj. Egész jó hangjához képest. Az Instagramon, ott a fotók elég bének voltak. De biztos, igen, hogy előző pasia készítette. Na mindegy. És mert utána szépségkirálynőnkhöz van elmentem az akkori barátnőmmel a Budapest Parkba. Milyen koncert volt? Follow the Flow koncert. És akkor ott volt az Eszti az akkori barátjával. Tehát romantikus volt, mert akkor egy egyesre állítottunk. Képzeljétek el, pont itt volt Budapesten Hedővé, és akkor odahívtam Hedővét, de annyira az Esztire fókuszáltam, azt szerintem ott is hagytam a Budapest Parkban. Ott valamilyen VIP részen voltunk. Igen, hát azt vettem észre. Oda beengedtek. És oda be, valahogy bementem, és a lényeg az, hogy folyamatosan írogatott nekem, hogy hol vagy, gyere utánunk, melyik alternatív kocsmába mentetek? Kever, mert az a baj, hogy a barnahajú típusú lányok jönnek be neki, és már összetéveszti, tehát mondom, hogy volt ja, a sztori. Ja, neked is akkor írogatott. Igen. Írogatott, mondom, hogy volt a sztori, egy párhuzamos világban, ami meg is történt.
Ahhoz képest ez úgy történt, hogy találkoztunk valóban a koncerten, összefutottunk, nyilván megörültünk egymásnak, hiszen én neked is megörülök, bárkinek persze, megörülök, tehát ezt neved magadra. Mi még nem ismertük jó, annyira egymást, de legközelebb, ha hívtak, akkor ugyanúgy. Okay, hát nyilván a Petinek is nagyon megörültem, ismerős arc, beszélgettünk egy csomót, de igazából azt vettük észre, hogy hát egy ilyen négy órát átbeszélgettünk. És a párjaitok? Ők egymás fel addig? Nem. Az én barátnőm nézte a koncertet, az Eszti barátja azt nem jutott. Nem, a barátaival volt. És akkor ezt így le is tudtuk. Nyilván mindannyian hazamentünk, és már másnap kaptam üzenetet, ugye? Nem, még éjszaka írogatta, hogy hol vagytok, mert megyünk át valóban. Éjjel, még amikor elmentünk. Maximum megkérdeztem, hogy elmentetek-e már, nem, hogy hol vagytok. Én írtam rá, hogy hol vannak, amikor elmentek egyébként, de válaszolt, hogy most nem jó, mert hogy a párommal nem tudom, hova megyünk, vagy valami. Hú, szegény, az a baj, hogy össze-vissza beszél már kora reggel. Nem így történt. Tehát hazamentünk, elkezdődött nyilván egy kis irogatás, és pár hétre rá megbeszéltük, hogy találkozunk. Elkezdődött az ismerkedési szakasz, de nyilván semmi nem történt közöttünk, hiszen hetekig, hónapokig. Hónapokig. Hát akkor még akkor kapcsolatban voltatok. Kapcsolatban voltunk, igen. Időközben és én nem a Peti. Az a típus vagyok. Én sem. Nem az a típus. Egyikünk miért sem. Miért nevetsz, Viki? Jó, csak nem is értem. De el tudod képzelni róla, vagy rólam? Hát rólad még annyira nem. Még Petiről, bocsánat. Nem, ő nem szokott SMS-ben kidobni senkit, tehát ez nem az ő stílusa. Nem. Úgyhogy elkezdődött az ismerkedés, és kaptam egy ultimátumot, emlékszem, augusztus 31-ig, vagy szeptember 1-ig, ha nem lépek ki a kapcsolatomból, akkor ez a dolog így befejeződik köztünk. És mondtam, hogy nem, aranyos hát, vagy. Tényleg, az milyen rossz volt, hogy én hazamentem, én akkor már szakítottam a lányjal, akivel a koncerten voltam. Hazamentem egyedül, buslakottam. Ő pedig nem tudom, hedonizált az akkori barátjával a gazdag réten. Tehát nahogy már, és én mondtam neki, hogy oké, de én ezt úgy érzem, hogy komolyan szeretném, ezért döntsél. És mindig így húzta, és akkor nem tudom, amikor július elején mondtam, hogy tök jó fejleszik, de augusztus 31-ig akkor döntsd el, hogy ez hát azért szeretnél. Hajdú Péter nem feltétlenül egy életbiztosítás. Én alapból gyűlölöm a változásokat, tehát nagyon nehezen barátkozom meg a dologgal. Az viszont tény volt, hogy a kapcsolat nem működött. Tehát alapvetően azt kellett mérlegelni, hogy még hogyha ki is lépek, akkor meg tudok-e azzal birkózni, hogy akkor nem feltétlenül lesz ebből valami. Tehát, hogy független, erős nőként kell kilépni a kapcsolatból, nem pedig azt remélni, hogy akkor most egy szerelembe tudok belépni. És magam sem gondoltam volna, de augusztus 31-én összecsomagoltam a legnagyobb meglepetésére mindenkinek, és eljöttem az előző páromtól, és gyakorlatilag egy héten belül költöztünk össze. Tehát kihúztad a maximumig. Persze. Tehát, hogy még véletlenül sem 28-án. Az utolsó nap. Éjfél előtt pár perccel. De most ez volt a feladat. Teljesítettem, vagy nem? Teljesítettem. És azóta is itt okay. vagytok, és boldogságban vagytok. Nem, nagyon nagy a boldogság, hál' Istennek, úgyhogy. Úgyhogy minden rendben. Jó döntés volt. Jó. Most úgy tűnik. Még lassan 4 év után úgy tűnik, hogy idén lesz 4 éve. Akkor most ezek után beszélünk Ele Juniorról? Tényleg azt akarjátok? Pont így jön az adás mellett, nem tettek róla. Egyre jobban eldurvulhat Ele Juniorék válópere, a gyerek elhelyezése a tét, írtunk erről a Blikben. Szép átkötés, válóper. Igen, azért így igyekeztem odahozni a történetet. Ugye egyfelől a házzal kapcsolatos ügyek is elég nagy port kavartak, és hát Junior is azt nyilatkozta, hogy nem szeretne hétvégi apuka lenni ugye a kislánynál. Hogy azért, amikor ismert embereknél zátonyra fut egy kapcsolat, és erről mindenki ír, mindenki erről beszél, azért az nektek is szerintem egy ilyen nehéz kérdés, hogy mi van, ha ez ilyen történik. Ugye Péter, hát veled ez nem egyszer fordult már elő a karriered során, hogy címlapokra kerültél hasonló témában. Ezt hát gyerekkel kapcsolatban egyszer. Tehát, szakítás és város. Hát igen, amikor már volt gyerek, akkor egyszer. De azt gondolom, hogy ez duplán rossz. Mert nagyon rossz azt olvasni, hogy éppen
mivel provokálták a hátad mögött a volt párodat, mert ugye az újságírók ilyenkor nagyon sokszor volt olyan, hogy ugye rossz a két fél között a kapcsolat, nem nagyon kommunikálnak, akkor elkezdik provokálni, hogy de tudod, mit mondott rólad? És ha ezt benyalod, akkor utána te is elkezdesz kiteregetni mindent. Tehát nagyon kell vigyázni. Tehát az a legjobb ilyenkor, hogyha semmit, az égvilágon semmit nem mond az ember. Én azt gondolom, hogy a Junior hibázott, hogy nagyon sokat csepegtetett. Tehát nem kellett volna. És igazából szerintem ő nem találja a helyét, ezért is ment ki a festői Dominikára, ahol egy hajón fog zenélni, amennyire tudom. Pont most adta fel a hirdetést, hogy menjenek. Én is maradtam. Fatimát nem viszik. Nem, és Beatet sem. Nem, azt gondolom, maradnak. Hogy nélkülük fog egyedül előadni. De a lényeg az, hogy egyrészt sajnálom, másrészt pedig szerintem azért Kinga egy nagyon normális lány volt. És a Junior, hogy egy klasszikust idézek, elkúrta. Nem kicsit, nagyon. De ez most már tényleg az ő döntés és az ő élete. Blanka is egy tök helyes lány, többször voltak nálunk. De mondom, ezt neki kell eldönteni. Én igazából én nem látom, hogy ő egyáltalán elhatározta volna azt, hogy ő most kivel akar boldogan élni. Most talán leginkább keresi az útját Dominikán, ahová egyedül ment ki. Ez is olyan furát, kimegy több hónapra egyedül, mert nyilván nem tudja, hogy mit csinál, próbálja átértékelni a saját hibáit, amit az elmúlt időszakban elkövetett, és itt nem a koncertre gondolok, hanem pedig azért arra is kellene beszélgetni. Abban nem volt hiba. A koncertben nem volt hiba. Egyébként ott voltunk, miért? Ott a koncertben voltunk. Nem volt. Az nagyon jó volt. Nagyon hát csak jó. Ez is olyan szomorú, hogy nem is a koncert sikeréről beszélnek az emberek, hanem tényleg... Meg szörnyű, hogy így alakult. De miért nem tudtak együtt maradni? Hát csomó felkérésük volt. Én úgy tudom, hogy a Budapest Park is nem mondta utána. Igen, lemondták. Hát ők mondták le. Igen. Szóval nehéz. Sajnálom, nehéz. Nagyon. De előbb-utóbb csak lesz rá, ha mégis a válás mellett döntenek Kingával, akkor a kislány, aki van, gondolom azért mindkettőjüknek... Hát nem, én egyben biztos vagyok, hogy egyrészt én elvált szülő gyereke vagyok, és én mindig azt mondom, hogy egy gyereknek az anyjánál a helye, bármennyire is fáj egy apának. És ismerve a Junior életvitelét, amikor nem tudom, egy-egy koncertől nem tudom, hány órakor ér haza, tehát nonsense. Meg ráadásul a bíróság is az esetek 80%-ában az anyának ítéli, ha csak az anya nem él olyan gyerekneveléssel összeegyeztetetlen életet. Meg talán, hogyha megfelelő intelligencia megvan a két félben, akkor ez a csak hétvégén láthatod a gyereket elmélet, ez nem is kell így tartani, nem. Gondolom én. Teljesen rugalmasan kellene kezelni szerintem, de egyébként is... Hát ugye azért, ezt azért szokták, mert ez azért nem mindegy, mert hogyha 50-50%-ban van, akkor nincsen gyerektartás. Tehát általában viszont, hogyha a nők igényt tartanak gyerektartásra, akkor azt fogja javasolni az ügyvédjük, hogy akkor ne menjen bele az 50-50-be, mert akkor nincsen. Hogyha az apánál helyezik el a gyereket, akkor érdekes módon ugye az anyának kell gyerektartást fizetni, 50-50-en nincs gyerektartás, és akkor azért határozzák meg ezeket a standardeket, hogy mikor és hogyan láthatja. Nálad a két nagyobb gyermekednél, hogy van, ők bármikor mehetnek hozzád, vagy te vagy a felügyelő, vagy a... Szabályozva van, tehát a bontó per ítéletében ezt szabályozták, és az édesanyjuknál vannak elhelyezve, én fizetek gyerektartást minden hónapban, de most már ez rugalmas, tehát most már akkor jönnek, amikor akarnak, tehát ezzel nincs gond. Tehát nem volt ebben feszültség köztetek, tehát ezt meg tudjátok beszélni fel? Most már nagyok, tehát most már azért nagyok, meg a Dávid ráadásul Török Bálint el focizni, de nincsen, tehát hogy ilyen nem volt. Az is szabályozva van, hogy mikor érhetem el őket telefononnak, hogy vannak ilyen hülyeségek, mert hogyha tényleg két ember között annyira abnormálissá válik a viszony, hogy még ebben sem tudnak megállapodni, és a gyerek még kicsi, és nincsen telefonja, akkor ezt szabályozzák, hogy akkor még kicsik voltak, amikor mi elváltunk. De hogy tök normális, e tekintetben a gyerekekkel kapcsolatban kommunikálunk, a gyerekekkel kapcsolatban normális
a viszony, a gyerekek akkor jönnek, amikor akarnak. Nyilván kicsit korlátos a dolog, mert hogy ők Budapesten élnek, mi Törökbálinton, jogsík még nincsen, mert még ahhoz kicsik, de hát vagy bemegyek értük, vagy ők kihozzák, tehát meg tudjuk oldani. Tök jó. A címlapsztori végén mindig két olyan hírt hozunk, ami a vendégeinkkel kapcsolatos, tehát ez nem e héten jelent meg feltétlenül a blik.hu-n, úgyhogy ezzel folytatjuk. Kíváncsian várjuk. Hajdú Péter, nagyon bátor vállalkozás volt, és természetesen a Frisbee TV elindításával kapcsolatban nyilatkoztad ezt nekünk. Ugye nemrég indult el a YouTube csatorna, tök jó számokat hoz, és hát TV-ből átköltöztél te is az internetre. Azért mondom, hogy te ismerted, ugye mi is interneten vagyunk láthatók, és egyébként nem rosszabbak a számaink, mint egy bármilyen televízió műsor. Szóval gondolom, te is erre jutottál, hogy a saját felületet el kell indítani ilyen szinten is. Ez nehéz döntés volt, ezt meghoznod, hogy átmenjen? Nem, nagyon bátor vállalkozás volt. Azért volt bátor vállalkozás. Egyébként az ESTI kapacitált nagyon. Uh-huh. Tehát ugye az ESTI korosztálya, ő már szinte csak streaminget néz. Lineáris tévét nagyon-nagyon ritkán, amikor én oda kapcsolok. De én magam is azt, hogy mondjam, hogy most már főleg streaminget, talán a híreket megnézzük. És a tévében. Szóval azért volt ez bátor vállalkozás, mert hogy azt azért tudtam, hogyha bárhová megyek, ugye MTV, ATV, TV2, ATV, Live TV, tehát ahová mentem, a nézők azért jöttek velem. Tehát, és itt ugye jellemzően a Frisbee volt az a brand, amit mindig követtek. És amikor a Live TV megcsináltak az összezárvát, és az is bejött, akkor is még voltak, akik hiányolták a Frisbee-t. Szóval én arra voltam kíváncsi, hogy a streaming fogyasztók, a streaming nézők, azok velem tartanak-e. Illetve azok, akik streaminget néznek, azok benne vannak-e abban a halmazban, akik engem megnéznének. És hát a jó hírem az, hogy igen, de ezért szerintem nagyon sokat tett Friderikus Sándor, aki ugye elkezdett tévét csinálni, tévéműsort csinálni streamingen. Ez is egy tévéműsor, ugyanúgy kamerák vannak, ugyanúgy beszélgetünk, tehát nem azon, hogy odaállsz egy selfie kamerával, vagy leteszel egy kamerát, és 8-10 percben vagy elmondod a véleményedet, vagy azért dolgozol vele, és alápakolsz vágóképeket, meg kutatsz. Tehát ugye erre azért jó pár példa van a neten, tehát ezek ugye a klasszikus youtuberek. De én nem akartam soha youtuber lenni, tehát én televíziós maradtam. Viszont kerestünk egy olyan felületet, ami független mindenkitől, ami csak a miénk, és ugyanazt a tévéműsort el tudjuk készíteni, mint amit elkészítettünk volna televízióra, sőt, ugyanúgy fizet érte a szolgáltató. És hát a YouTube ugyanúgy fizet érte, a nézők után ugyanúgy meg tudnak jelenni a támogatók, és tényleg nagyon-nagyon nagyon berobbant a csatorna. Nagyon szeretik, hál' Istennek. Te is dolgozol benne? Én maximum tanácsokkal látom el ebben a pillanatban a Petit, hiszen nekem is például a Márkot ő ajánlotta. Van kétszer. Igen, azért mi összemosodik a munka, tehát hogy azért rengeteget beszélünk. De ez jó, nem? Tehát az szerintem dopingolja is a kapcsolatot. Nagyon fontos. Az én párom is szakmabeli, és hogy ez szerintem, most bocs, hogy rád néztem, Viki. Nem én vagyok a párod. És ez így is fog maradni. Szóval, hogy ez szerintem serkenti. Nem, ez nagyon jó. A párod? Igen, csak nem tartalmi oldalon. Szélsz oldalon. Igen. Úgyhogy mi erről tök jól tudunk beszélni, szerintem. RTL. Szűkíted a kört. Ugye? Mindjárt kitaláljuk. Jóképű, intelligens, fantasztikus, jó humora van. De szépen nyilatkozol róla, ez milyen kedves. Ne nézi. Pabgergő. De amúgy tényleg. Mit mondtál? Pabgergő. Szélsz. Szóval, hogy gondolom nálatok is tök sok szakmázás van. Rengeteg, nagyon sokat ötletelünk, néha este 10-kor is leülünk, és átbeszéljük a nap történéseit. Mind a két vállalkozás esetében vannak problémák, vannak váratlan helyzetek, és annyira jó, hogy mind a ketten tudunk relevánsan számítani a másikra, és megbeszélni, hogy mi lehet a megoldás. Úgyhogy igen, vendégek szempontjából is nagyon sokat ötletelünk. Valóban a megvalósítás részében én már nem veszem ki a részem, mert még így is nagyon-nagyon durva, hogy
ahogy az a mennyiség, amennyit dolgozunk, mert nem feltétlenül lenne időm ott lenni, pláne, hogy a forgatások is úgy vannak, hogy általában a kisbaba akkor fent van, és nem alvás időre esik, úgyhogy én otthon maradok, ezt nagyon sajnálom, de remélem, hogy majd a bölcsöde megoldja, és akkor egy picit szabadabb leszek, még jobban, és akár ebben is kezdődik a forgatás, akkor el kell hozni a gyereket külön pont akkor a bölcsödéből. De én azt gondolom, hogy annyira bejött ez a platform, és annyira bejött a Frisbee, hogy bővíteni fogjuk a kínálatunkat, és el fogunk indítani még egy műsort. Ajánlom a Vikit, csak nincs ideje. De viszont olcsón dolgozik. Viszont engem az egyébként érdekelne, mert hogy én követem online a YouTube-on a Frisbee-t, amúgy is néztem, hogy eléggé kitoltad azt, hogy milyen vendégeket hívsz meg, és mintha kicsit azt mondanám, hogy meg tudsz újulni, tehát hogy több évtizede vagy most már szakmában. És azért a YouTube azért ott egyből találkozó például kommentekkel, negatív visszajelzéssel, míg a televíziós műsorban ezekkel nem kellett. Hogy ezzel is fel tudtad így venni a versenyt, és követed is, nézed is, hogy mondjuk milyen irányba legyen a következő vendéged? Tehát kommunikálsz az ottani nézőiddel? Kicsit személyesebb egyébként az online felületnek köszönhetően a kapcsolat, vagy nem? Nem. Nem? Köszönjük, Péter. Nem, mert én nem hiszek abban, hogy az sem, jól esik, hogyha valaki elkezdi méltatni a munkámat nyilván, pozitív. Mert ebben van munka, és sok munka van, de ugyanúgy nem tulajdonítok jelentőséget neki, mint hogyha mondjuk elkezd anyázni, és beleköt abba, hogy nem tudom, miért ő a vendég. Na, őt biztos nem nézem meg, hogy döntsem már el én, hogy kivel akarok beszélgetni, és ki az, aki érdekel. Ez sem 20 éve. Nyilván próbálok megfelelni a közízlésnek, annak a közízlésnek, amit az adott csatorna, vagy az adott platform képvisel. Ez mindig így kellett, hogy legyen. Más vendéget kellett meghívni. Az ATV-n például a Frisbee-ben a legnézettebb, a Kós János Aracki, nem, Kós János 70. szülinapja volt, 17,valahány 10%-kal, és utána pedig a Kós Aracki, nem tudom, a Nagy Tánzla Fesztivál. A TV2-n, a Frisbee-ben a legnézettebb Bocskor Gábor volt az egyik vendég, a másik a Tilla Majka, és a harmadik, akkor Robert De Niro, 36,6-tal. Tehát mindig más, és itt a YouTube-on eddig Sebestyén Balázs magasan, most már 575-80 ezer körül jár a megtekintés szám, erről azt kell tudni, hogy 18-49-ben nincsen ilyen nézettségű tévéműsor, teljes lakosságban van, de az a top 3-ban van. Igen. Tehát, hogy olyan számokat lehet produkálni, amit televízióban nem biztos, hogy már el lehet érni. De ez nagyon durva szerintem, igen. Tényleg, és szerintem nagyon sok, hát nagyon kevés. Ti is azért itt a GVM-mel nagyon komolyat csináltatok, 1 millió felett. Nincsen 1 millió feletti tévén is. És a leghosszabb nagyon is, durva. És most kaptam az infót, hogy titeket is sokan megnéztek. Na, ja, nem mondtam, hogy élő? Nem mondtam, ezt elfelejtettem szólni. Nem, vagy ezt megérdemeltük. Tényleg ez a jelen. De kevés televíziós szakember vagy műsorvezető tudja ezt átmenteni YouTube-ra pont, amiatt, amit most te is elmondtál, hogy tök más az igény. Tehát az ATV-n más néztek, a TV2-n más néztek. Szerintem a YouTube az megint egy olyan platform, ahol teljesen más néznek. De ahogy látod, ő is változik. És egyébként ez durva. De nagyon kerül. Tehát televízióból, aki sikeresen váltani tudott a YouTube-ra, az előttem egy ember volt, a Friderikusz. Igen. Igen. Nem is tudom. Aki a YouTube-on indult és jót csinál, a Gulyás Talán Marci. Talán még a palikék is egész jó számokat hoznak. Igen. Ott is. Hát igen, de ez egy ilyen faramúci műsor, mert futnak, én úgy tudom. Jó, hát van stúdiós, van futós is. Ördög Nóriék is egyébként tök jó tartalmat csinálnak. De ők csinálnak. Nem tévés tartalmat csinálnak. Igen, ő nem tévés tartalmat, az tény. Tehát változik a Peti is, változik, hogy milyen vendégeket hív meg. Láttad, hogy most már youtubereket, influencereket, fiatalabb generációk is. Igen, meg az az izgalom, hogy vannak ezek a nagy nézettségi mérések, ami vagy azt mondod, hogy tényleg elhiszed, vagy azt mondod, tehát, hogy feleslegesen igaz. Tehát amit egyetlen egy cég mér. Igen, és itt meg látod a számot, igen. És nem az van, hogy igen, itt egzaktak a számok. Igen. Ott azért most ne vonjuk kétségbe a nézen kompetenciát, mert ők profi mérnek, de azt ne felejtsük el,
hogy azért a 10 milliós magyar lakosságot körülbelül 1500 ember reprezentálja. És hogyha azt mondod, hogy most én 18-29-es kisvárosi egyetemista lányt akarok megcélozni, akkor az annál, a nézem mintájában az két ember. Igen. Kettő ember reprezentálja ezt a igen, célcsoportot. Igen. Tehát, hogy most vesztettük el a nézőink nagy részét, akiket gondolom ez a rész annyira nem érdekel. Mi viszont még erről órákig tudnánk beszélgetni. Még én csak annyit zárásképpen, hogy maradsz akkor az online téren, és tovább folytatod, akkor ezek szerint új műsorokkal fogsz jelentkezni. Hát most nem tud kivel összeveszni. Ki tudja. Tehát, hogy most te vagy a főnök. Vagy még láthatunk televízióban. Televízióban biztosan láthatok szereplőként, de nem tervezem. Nem tervezem. Ott is te vagy. Tévéműsorgyár csak. Nem tervezem, hogy televízióban legyek műsorvezető, viszont tudja? Azt tervezem, hogy a YouTube-on a Frisbee mellett el fogunk indítani egy másik műsort. Címlapsztori nem címmel. Nem biztos, hogy ebben az évben, attól függ, a 100 000 feliratkozónak meg kell lennie, és amennyiben megvan. Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy iratkozzon fel a csatornára. Én is mindenkit megkérek, és meglátjátok, hogy minden, nem fogtok csalódni. Adunk egy közelít rólad, Péter, egy pillanat, ezt várjuk meg. Ja, a Facebook miatt? Igen, és ott a piros, kérek, most mondd el, hogy feliratkozz. Iratkozzatok fel a Frisbee TV YouTube csatornára, mert hogyha elérjük a 100 000-es feliratkozó tábort, akkor egy új műsort is el fogunk indítani. Köszönjük! Ezt tessék, amúgy beleíratta Péter a szerződésbe. Egészségetek! De várjatok is az én vállalkozásom, és hogyha feliratkoztatok a csatornára, látogassatok el a Matez Baby Spa-ba, ahol a kisbabák korai fejlesztésével foglalkozunk. Ja, köszönjük ezt! Ez az, ami kimarad. De jó, nem tévézel? De hozzánk is iratkozzatok. Soha nem akarták éppen nézni? Soha életemben, tehát hogy a hidegre ez attól, hogy én kamerák előtt üljek. De most tök jó, természetes vagy. Pedig van egy olyan... Az az alkohol miatt van, amit nyilván lehúztam pár feles, mielőtt... Van egy olyan tévés, régi Szegély Kun Zsuzsa rendezőnk mesélte, RTL már nincs ott, de sokáig műsorvezető volt, és bement castingra, és így állt, és mondja, hogy kérdeztek tőle valamit, és mondja, hogy hát én azt szeretném mondani, háttal nem kezdünk mondatot, bocsánat, is megfordulok. Nekem a és nem viccből. Egyszer még nagyon régen a Republik volt a lottósó vendége, és egy új operatőr srác volt a hármas kamerán, és a vezérlőben mondta a rendezőnk Szabó Szilárd, hogy adj egy közelít a cipőről. Jó, megtörtént a cipő közelít, tehát azért ilyenek előfordulnak. Nem lett meg. Szabó Sziszi rendezte, tényleg? Igen. Még most is ő rendezi. És innen üdvözöljük. Sok szeretettel. Igen. És az utolsó hírünk, amit mindenképpen el szeretnénk... Na hát gondoltam. Nem. Na, köszönöm, hogy előveszed. Nem, kezdjük az utolsó hírrel, amit a blik.hu-ról vettünk. Az első karácsony hármasban Hajdú Péter mennyasszonya meghitt családi képpel jelentkezett. Ez egy december 7-i cikk volt, és ezt meg is tudjuk mutatni egyébként a te Insta posztodat, mert most itt vagytok, úgyhogy gondolom engedélyt adsz rá. Kedves tőled, persze. Jó, akkor megmutatjuk. Miért vágsz ilyen grimaszt? Te miért vágsz ilyen grimaszt? Te vágsz grimaszt, én nézd meg, Nem? Nincs rajtunk elég. Az enyémben nincs, nézd a szemem alatt, nincs. Eszti mondjuk lehet, hogy van már egy ilyen terhes dábbel. Voltam 600 kilóval több, hát a lábamon nem tudtam merelni. Elnézést. És hogy ebben a, majd mutassuk meg létsz az Insta képet is. És hogy várjál, első karácsony hármasban Hajdú Péter mennyasszonya meghitt családi képpel jelentkezett 2022. december 7. Igen. Jó, hát hogy majd arról beszéltek, hogy ez lesz az első karácsony, és ugye itt van. Azért itt... De jó kép ez rólad, meglepődtem. Ilyet vagy. Kicsit megijedtél. Most tudatosult benne, hogy hárman vagyunk. Hogy úristen, első karácsony hárman. De nagyon szépek vagytok. Nem, nagyon aranyos, tényleg nagyon szép. És milyen volt az első közös karácsony hármasban? Nagyon, Domika pont akkor... Ilyen. Igen. Domika akkor már lépegetett, tehát ő nagyon elfoglalt baba, egész nap megy, most már fut. Úgyhogy folyamatosan a nyomában kell lenni, a Peti nem engedi, hogy babarácsot vegyünk, tehát hál' Istennek van is dolgom, mert folyamatosan ott kell mellette lenni, hogy a lépcsőn esetleg ne száguldozzon le. A lépcső fenti részén van. Úgyhogy kemény meló. Erre felkészítek mindenkit. Tehát tényleg kemény. Nagyon kemény, nem alszunk. Tehát volt egy kampányidőszak. Az a kemény elszalad. Igen. Volt egy kampányidőszak egy fél év, amikor az a beltetés része volt, amikor aludt éjszaka. Mondtam, hogy ezt életed végéig aláírom, tehát hogyha reggel 7-kor kelsz, az nekem tökéletes. Aha,
tudatára ébredt fél évesen, elkezdődtek jönni a fogak, és soha többet nem aludt, tehát még véletlenül sem. 6-kor kelünk, vagy 5:30, a Peti 7-kor. Ma megleptelek egy hetes keléssel. Ma igen, de tegnap 6:28-kor rándobta a gyereket. Van az az idegállapot, én bevallom, van az idegállapot, amikor... 6:28-kor behozza. Nézd, itt az apa, és is nem teszik. Igen, nagyon durva. Tényleg nagyon durva. Tehát amikor éjjel-nappal együtt vagyunk a babával, tehát volt már olyan, hogy a Peti kezébe adtam, én most világgá megyek. Beültem az autóba, és elhajtottam. Tehát, hogy és el van apával? Egészen Török-Bálint határáig. Igen, és aztán az utca végéig, és fordultam vissza. Tehát, hogy kemény, pláne amikor nem alszik, és nyűgös, az apukájára ütött, tehát néha dramatizálja a de dolgokat. De mindent el tud mondani, az az érdekes, hogyha éjes elkezd cuppogni. És azt akarja, hogy felved, oda megy a lábadhoz, és akkor fölveszed, azt akarja, hogy ezt mostanában csinálja, hogy a nyakamba vegyem, így fogom a kezembe, és húzza lefele a hajam. Tehát, hogy minden, kifejezi magát, minden, igen. A legnagyobb barátja a kutya, a Denis, imádják egymást. Megmásszal. Igen, megérkezik az első, hogy akkor átöleli a Deniszt, puszit ad neki, úgyhogy... Sajnos a kajáját szétdobálja, melleteti. Meg azt csinálja, hogy amikor eszik, tehát mondjuk tehát nem fogadja el sokszor, hogy az ezt értesse, hanem le kell neki tenni a kaját. És akkor egy kis párizs a szájába, egy a kutyának. És ledobjanak. Igazságos, jó lehető gyerek. Igen, igen. És ugyanebben a cikkben arról is beszéltetek, hogy tavasszal esküvő. Gondoltam, hogy nem hagyod ki. Hát persze, hogy nem hagyom ki. Tavasszal nem lesz esküvő. Idén de, sem, mert tavalyra is ígértük, tudod. De várjál, mert azt beszéltünk, hogy idén azért lesz. Igen. Kifarolsz? Ne, én ott leszek. Én ott leszek. Tavasszal nem lesz, de azt megbeszéltük, hogy idén azért jó lenne. Igen, de még nem beszéltünk lesz konkrétan. Nem. Igen, tavasz az csúszik nyár, de lehet, hogy ősz. Vagy tél. De a téli esküvőnek is van hangulata. És, hát és nagy esküvőt szeretnétek? Mi az a nagy? Mi számít? Létszámban. Nem, 100, 150 fős, 200 fős, így gondolom. Egyébként 100 körül terveztük. Uh-huh. Igen, 100 körül. Akkor szűk barátok, meg ismerős, mert annyi család, azért vannak. Köszönjük a család és barátok. Család, igen, már család, ők vannak négyen, szomszédok, barátok. És találtunk egy, na most jön az a rész, hogy találtunk egy régebbi Blikk címlapot, amiben ugye... Na igen, köszönöm. Arról ez miért van előttem ez az újság, támogató? Igazából itt az eszterei akartuk tenni. Ők is mi vagyunk, ők is. Ja, tényleg? Igen, persze. Ezt de miért raktátok ezt itt a címlapra? Na látod, milyen jó kép ez rólam, és milyen rossz, ami ott volt. Igen, nagyon jó. Nézzenek, nagyon terülik a témát, de azt hiszem, nyugodtan mondd el. Nem, hát ez egy tök normális dolog, mert őszintén te nem kötnél a házassági szerződést? Ugye ebben van bármilyen... Nem, egyébként furcsa. Nekem, képzeljétek el, hogy én nagyon nem értettem ezzel egyet, nekem van egy húgom, aki egy éve fiatalabb, és ők házasok, és ők ilyen nagyon 50-50%-ban vannak a kasszával, nincs is közös kassa a mai napig, és én ezt nagyon sokáig egyébként furcsának találtam, és most látom a jó oldalát, hogy több mint 10 éve együtt vannak, hogy ez mennyire jó, hogy mai napig külön kassa van. Csak nem, a házassági is. Szerződés szerintem nem olyan elterjedt itthon Magyarországon, hogy jöttünk és érkeztünk. Nagyon szeretjük egymást, nagyon tiszteljük egymást, és pont ezért nem akarunk semmi olyat, ami nem a miénk. Tehát, hogy lefektetjük azok. Nem közös lesz? Nem. Az úgy van, hogy a házasság alatt szerzett vagyon, vagy a közös együttél és az élettársi viszony, az nem tudom mikortól számít, de ugye nálunk Budapest Park után. Igen, igen. Tehát, augusztus 31. Augusztus 31. Tehát a közös együttélésed, vagy a házasság alatt szerzett vagyon, hogyha azt másképpen nem rendelkeztek egy házassági szerződésben, akkor az közös. Ez úgy jó. De és hogyha például, ha például cégetek van, és cégnéven van, akkor nem. Akkor annél ez egy komplikáltabb a igen. dolog, de most ebben nem menjünk bele. Nem de az a lényeg, hogy a házasság alatt szerzett vagyon, hogyha máshogy nem rendelkeztek, akkor közös, de itt is egyébként lehet, mert vannak ilyen kiskapuk, de inkább mi ezt leírjuk egy szerződésben, hogy az ST mi mindent hoz, jól menő üzletasszony, rengeteg ingatlannal, földel, erdővel. Oda is ki van írva, nevem, látod, láng? Oda is. Dohányzás és nyílt láng. Mindenhol én vagyok. Nem. Szerintem tök rendben van a mai korrekt. Világban, hogy az emberek igen. leírják. Ez így van. Teljesen jó. Tehát akkor lesz házassági szerződés. Hát ha lesz házasság, akkor lesz szerződés is. Várjátok, az a baj, hogy most
ezzel lezárni a műsort, hogy lesz házassági szerződés, ez nem olyan lesz jó. Házasság? Lesz házassági szerződés? Lesz. Akkor ezzel zárjuk le a műsort, de nem engedünk még el titeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Még egy kicsit játszunk veletek, jó? Amit majd szerdán néznek a mi kedves nézőink itt a Blik felületein. Addig is kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a TikTokra, Instagramra, a Frisbee TV-re, mert már látom, hogy integet, hogy oda is iratkozzatok fel, és most bologat is. És köszönjük szépen a figyelmet, szerdán jövünk a címlapszori extrával, sziasztok!